Sziasztok! Lapos Attila vagyok, a Haldorado Feeder Team Szlovákia tagja. Üdvözöllek benneteket innen a Bölcsi vízjárőmű alvízcsatorna partjáról. Ma féderbottal fogok itt horgászni. Célhalaim a dunai keszekfélék, illetve a márnák. Horgászatomat etetőanyag keveréssel kezdem, tehát bemutatnám az alkotóelemeket. Keverékem fő alkotóeleme 2 kg top 1 brém etetőanyag. Ezen kívül hozzáadok szárazon őrült tortut, amely fél kg. Aromával is dúsítom a keveréket, amely a Haldorado nagy dévér. Elengedhetetlen kellék a Haldorado édesítőszer. Ezen kívül a múltkori horgászatból, a Secret Carp nevű etetőanyagból kimaradt nehéz morzsát adagolok etetőanyagomhoz. A készre kevert kaját csontival, csemege kukoricával, illetve nagy halak reményében 6 és 2 mm-es Hollywood pellettel dúsítom. Etetőanyagom megkapta megfelelő mennyiségű vizet és aromát. 15-20 percre félre rakom, majd egy rostálás következik. Ez idő alatt felállítom a horgászállásomat. Az etetőanyag szemcséi megszívták magukat. Eljött az ideje, hogy átrostáljam a keveréket. Az etetőanyagot lefeleztem, felét natúra állapotban hagyom, a másik feléhez folyóvízi nehéz fölött adagolok. Ennek oka az, hogy az etetésen szükség van arra, hogy a lenehezített fajsúlyos szemcsék a mederfenékhez tapadjanak, ezáltal megtartsák a nagyobb testű halakat, viszont szükség van olyan típusú etetőanyagra is, amely könnyed, elsodorja a víz minél távolabbra, ezáltal irány mutat a halaknak. Tapasztalataim szerint ennél a vízállásnál a parttól körülbelül 30-40 méterre található az a sáv, ahol a nagy halak tartózkodnak. Ezért pontosan 35 méterre fogom kibírni a távolságot. A horgászatot alapozó etetés nélkül gyorsítami átdobálással indítom. A kosárba földes és föld nélküli etetőanyag kerül felváltva, amelyhez mikropelletet, csemege kukoricát és fullasztott csontkukacot adagolok. A klasszikus folyóvízi csúszó végszereléket használom, amelynek lelke egy 56 g-os Haldorado Hard River etetőkosár. Kezdődhet a horgászat.
A mai napon a Duna ismét rapszódikus arcát mutatta. Míg a szomszédban ülő csapattársaim több nattesti halat is fogtak, főként márnákat, jászokat és lángoncérokat. Addig nekem egyetlen értékelhető halat sem sikerült fognom. A mai horgásznapot befejezem, de nem adom fel, holnap újra próbálkozok. Egy újabb gyönyörű dunai torpedó. A kövezéseken történő horgászatoknál általában nagy problémát jelentenek a mederfenéken elterülő kisebb-nagyobb sziklák, melyeken a nattestű halak elreszelik az előkét. A különböző előke vastagságok közül jelen esetben a 0,20 mm vastagságú előke bizonyult kellőképpen finomnak, ugyanakkor kellőképpen erősnek. A két nap alatt számtalan típusú és méretű horgot kipróbáltam, melyek közül a gamakacsú LS 2210B típusú horog 8-as méretben bizonyult a legjobbnak. Az őszi Duna ajándéka ez a gyönyörű 3 kg körüli márna. Márna! Hetedik nattestű halam a horgom, vélhetően márna. Eddig 4 darabot sikerült partra terelnem. Remélünk a legjobbakat, hogy ők elmét is partra húzom. Sajnos, ezúttal kívülről akadva.
újabb Dölai Márna, ami a Top 1 Prémből kialakított etetésen abzsolt. A nap végére a Duna egy ponttyal is megajándékozott. Két tanulságos horgásznap van mögöttem, bár az első nap nem volt kedves hozzám a Duna, a második napon bőségesen kárpótolt. Találkozunk legközelebb, sziasztok!